Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, én Ballabás Dániel vagyok, ez pedig a Líceum Televízió heti eset című műsora. Mai vendégeim dr. Reichmann Angelika, aki az Anglisztika Tanszék főiskolai docense, és egyben a Bölcsészettudományi Kar TTK elnöke is, illetve Zubor Attila, első éves MA képzésre járó angol-német szakos, tanári szakos hallgató. Na, hogy egy nagyon aktuális kérdéssel kezdjünk. Ugye a közelmúltban lezajlott a 31. országos tudományos diákköri konferencia, ahol az Eszterházy Károly Főiskola a Bölcsészettudományi Kara két szekcióban is érdekelt volt. Tehát egyrészt természetesen a humántudományi szekcióban, másrészt pedig a művészeti szekcióban, amelyet itt rendeztek meg Egerben. Milyen eredmények születtek ezekben a szekciókban? Hát én úgy fogalmaznék, hogy szép eredmények születtek, és hál' Istennek azt is mondhatom, hogy nagyjából a szokásos eredmények születtek. A nagyobb számmal kezdem, mert az olyan látványosabb. A művészeti szekcióban 10 helyezés született, ami rendkívül jó szám. Én visszanéztem a 2011-es adatokat, ez körülbelül megegyezik azzal az arányjal, amilyen arányban akkor díjazottak voltak a hallgatóink. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye most nálunk volt a művészeti szekció, tehát mindig azt szokták mondani, hogy a hazai pálya az előnnyel jár, és olyankor kiugranak az eredmények. Úgy tűnik, hogy a művészeknél inkább egy teljesen konstans, jó teljesítő képességről van szó, tehát ez nagyon-nagyon szép eredmény. Illetve a humántudományi szekcióban ott viszont látszik ez a fajta hazai pálya előnye. Ott 2011-ben 7 díjazottunk volt, ami rekord. Tehát ilyen nem nagyon volt szerintem még az EKF történetében. Most Debrecenben 2 harmadik helyezettünk lett, amire én azt mondom, hogy ez a normális eredmény. Tehát ha visszatekintünk mondjuk 2001 óta az OTDK-kra, a humán szekciókban egy maximum 2 díjazott dolgozatunk volt, és ne feledkezzünk meg arról, hogy most lett egy külön díjas is. Tehát ez nagyjából az az eredmény, amit a hallgatóink a humán szekcióban hozni szoktak. Mert hogy egy előző alkalommal pedig a humán szekciót rendezték itt Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán. És hogyha országos kitekintésben nézzük meg, akkor hogy el tudnák-e helyezni az EKF bölcsészettudományi karát? Nagyon büszke vagyok magunkra, megmondom őszintén. A helyzet egyszerű, és hadd mondjam azt, hogy egy kicsit szomorú is. Az OTDK nem az a pálya, ahol a főiskolák egyáltalán meg szoktak jelenni, és pláne nem az a pálya, ahol díjakat szoktak nyerni. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy a nagy kutató egyetemek dominálják ezt a terepet. Ezen belül is gyakorlatilag az ELTE nagyságrendekkel több díjat szokott elhozni, mint a többi kutató egyetem. Ha most konkrét adatokra vagy kíváncsi, most például Debrecenben az ELTE-nek a díjazottai a 60-as számot ütötték el, és az utána következő nagy egyetemek, értem ez alatt elsősorban Debrecent, már a 20-as kategóriában voltak, és a szegediek például a 10 és 20 közöttiben. Tehát nagy leszakadással követi az ELTE-t a többi kutatóegyetem, főiskolák gyakorlatilag nem jelennek meg a színen, díjazottak között egyáltalán nem, dolgozatokkal is alig-alig kivételesen. És tegyük hozzá, hogy például a kisebb egyetemek, gondolok itt elsősorban olyan intézményekre, mint a Nyugat-Magyarországi Egyetem, vagy a Pannon Egyetem, egy-két díjazott hallgató. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a hallgatói létszámot összehasonlítjuk az intézmény hallgatóinak a létszámát, a beküldött dolgozatoknak a létszámát, és ezen belül még a díjazott dolgozatoknak a számát, akkor az Eszterházy Károly Főiskola a főiskolák között kiemelkedően jó helyet foglal el, illetve nagyjából a kisebb egyetemekkel egy szinten mozog. Egyébként intézményi szinten milyen jelentősége van annak, hogy minél több hallgató, illetve minél több díjazott legyen? Tehát nagyon-nagyon nagy jelentősége van. Tehát egyrészt én gondolom, hogy az intézmény alapvető megítélésében nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy megjelenjenek a hallgatóink országos megmérettetésen, és látszódjon az, hogy felveszik a többi intézmény hallgatóival a versenyt. Másrészt pedig ugye az utóbbi években, mondjuk azt, hogy nagyjából 2009-2010 óta rengeteg olyan pályázat van, amely teljes egészében vagy részleteiben a tehetséggondozásra épül.
vagy kimondottan az Országos Tudományos Diákkörök Konferencián való részvételt támogatja, és ezen pályázatoknak az elnyerésekor, értékelésekor, a már eddig elért eredmények, illetve a beadott dolgozatoknak a száma mindig egy kulcsfontosságú tényező. Tehát az kap további támogatást, aki már felmutatott eredményeket. Hát, hogyha a tehetségeknél tartunk és a TDK eredményességénél, hát nem véletlenül hívtam meg a mai adásba Attilát, akiről tudni kell, hogy a humántudományi szekcióban az angol nyelvű irodalom és kultúra tagozatban harmadik helyezést ért el közelmúltban a debreceni OTDK-n. Meséljél kérlek egy kicsit magadról, Attila, tehát mutasd be magadat és a kutatási területedet a tévénézőknek. Igen, én angol-német tanárszakos MA szakot végzek jelenleg, és itt végeztem a BA szakot is, angliszta szakot, ugye germanisztika minor szakirányjal. EGRI vagyok, tehát én a közgazdasági, Andrássy és György közgazdaságiból jöttem, és ott már két a nyelvű hallgató tanuló voltam. És hát szabadidőmben is nagyon szeretek tanulni, tehát folyamatosan pörgök és mindig találok valamit magamnak, amit csinálhatok. Jelenleg a japán tanulást kezdtem újra például, amivel régebben már próbálkoztam, és most komolyabban megint nekikezdtem. És hát a témám az Sir Walter Scottnak az Ivanhoe-ja, amit úgy elemzek, mint a szerző saját korának a hasonlatát, a szerző saját korának eseményeinek és helyzetének, tehát a Skóciának gyakorlatilag és Anglia kapcsolatának az értelmezéseként. Hát az Ivanhoe az nem igazán ismert, nem csak a nem angol szakos, de sokszor az angol szakos hallgatók körében sem manapság, mert nem olyan népszerű sajnos, pedig szerintem egy nagyszerű regény. Ez igazából egy nagyon férfiaknak való regény, tehát ez egy lovag történet, amiben megjelenik Robin Hood, Richard király, várostromokkal, részek, papokkal, mindennel, amit egy férfi kívánhat egy regénytől. És sok embernek akár első olvasása nem is tűnhet többnek, de hogyha megvizsgáljuk komolyabban, akkor minden esemény benne, minden karakter, minden jellegzetesség megfeleltethető valamilyen módon a szerző saját korának, tehát nagyon nagy hasonlatosságok találhatók a kettő között. És lehet, hogy ez egy picit buta kérdés lesz, de engem érdekel is megkérdezem, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy anglisztika? Ugye az anglisztika tanszék korábban, mint angol nyelv és irodalom tanszék működött 2006 előtt, tehát az anglisztika ezek szerint valami más, több, kevesebb, speciálisabb terület? Igenis, meg nem is. Tulajdonképpen mi úgy szoktunk magunkra tekinteni, hogy három fő tudományterület tartozik az anglisztikához. Bocsáss meg a párhuzam, mert olyan rossz helyzetben van egy anglisztika szakos hallgató, mint régen a magyarosok, vagy ma is a magyarosok, akik mindig azt mondták, hogy ők két szakot végeznek egyszerre, mert egyszerre nyelvészek is, és irodalmárok is, és nekik mindig kétszer annyit kell olvasni. Na, az angolosok is így vannak, én hozzáteszem, hogy én orosz-angolos voltam, tehát én ezek szerint négy szakot végeztem egyszerre, mert hogy nyelvészet és irodalom, és hát az utóbbi évtizedekben egyre inkább elválaszthatatlan a kultúra fogalma az irodalomtól. Tehát nagyon sok helyen az irodalom tanszékek már át is nevezték magukat kultúra és irodalom tudományi tanszékeknek, mint egy jelzendő azt, hogy az irodalom tulajdonképpen a szövegek nem értelmezhetőek a tágabban vett kulturális kontextustól függetlenül. Az anglisztika tulajdonképpen egy nagyon praktikus megnevezés, olyan megközelítést sugall, amelyben minden ez a három komponens együttesen van jelen, és ezt próbálja egy frappáns terminussal magába foglalni. Tehát akkor ez egy nagyon komplex terület, mondhatjuk azt. És Attila, miért pont anglisztika? Hát jóval japán tanszék nincs ugye az LKF-en, de hát német szakos is vagy, tehát lehetett volna akár germanisztika is. Igen, én általános iskolában az egyesbe jártam, ahol csak német volt akkoriban, és középiskolában német idegen forgalmi, tehát kétanyelvű osztályba, hát erősen javasolta édesanyám, hogy oda menjek, amiért először nem voltam túl boldog, mert hát sokkal többet kellett tanulnom, mint a sima szakos diákoknak, de ma már nagyon áldom érte, hogy ezt javasolta, és nagyon örülök. Tehát a németet tanultam többet,
de az angolt, amint megkaptam középiskolában, mint középiskolásként a számítógépemet, és elkezdtem nyüstölni, hát körülbelül egy-két év alatt teljesen magamtól autodidakta módon úgymond magamra szedtem egy majdnem olyan angol tudást, mint akkoriban a németem volt, körülbelül 10 év német tanulás után. És akkoriban sokkal jobban szerettem az angolt is, hangzása miatt is, és sok minden miatt. Manapság már a németet is ugyanannyira szeretem, mint az angolt, így a német minor szak után. Hát azzal szerettem volna foglalkozni, amiben jól vagyok, és ami jól megy. Tehát. És a TDK-zással egyébként mikor kerültél kapcsolatban? Most ugye MA képzésre járó első éves hallgató vagy, ezek szerint ez már a BA képzés folyamán megtörtént? Igen, igen, sőt először nem is nevezőként, hanem még a 2 évvel ezelőtti TDK-n felkért Angelika, hogy titkárkodjak az orientalisztika szekcióban, mivel én sokat foglalkoztam ugye a japánnal is, a kultúrával, keleti kultúrával is, mert nagyon érdekelt mindig, és már akkor nagyon megtetszett a TDK, és nagyon jól éreztem magam ott titkárként is. És utána a szakdolgozatomhoz témavezetőnek, konzulensnek Angelikát választottam, mert tudtam, hogy addig nem fog békén hagyni, amíg a maximumot ki nem hozza belőlem és a dolgozatomból. És úgy látszik, hogy így is lett, mert utána javasolta, hogy ezzel érdemes lenne indulnom a TDK-n, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom magam, mert mindig nagyon szerettem a kihívásokat, úgy gondoltam, hogy ez az, amin keresztül a legtöbbet lehet fejlődni, hogyha kipróbálja magát az ember olyan helyzetekben, amiben még eddig nem volt. Mennyire jellemző nálatok az, hogy a BA szakos hallgatók bekapcsolódnak a TDK-zásba? Egyre inkább. Egyre inkább? És ez nagyon-nagyon jó. Tehát tulajdonképpen, ha belegondolsz a BA-s képzésben, 3 év alatt nem igazán van lehetőség arra, hogy az egyetlen magnum opuszon, a szakdolgozaton kívül bármi mélységében kutatott írásművet produkáljon egy hallgató, és igazából ez akkor lesz egy mélységében kutatott jó írásmű, ha nem a kötelezően kiadott másodév végi időpontban találja ki egy hallgató, hogy mit szeretne, hanem valójában már korábban. Tehát próbálunk a tehetséges hallgatókra minél korábban felfigyelni, felhívni rá a figyelmüket, hogy van egy ilyen lehetőség, és próbáljuk olyan irányba terelgetni őket, hogy már a szakdolgozati témájukat abban a tudatban válasszák ki, hogy ezt egy mélyebb kutatással TDK dolgozatként is nevezni lehetne. Ugye 2011 óta az OTDK szabályozása teljesen legitim módon fogadja el a BA-s szakdolgozatokat TDK dolgozatnak, tehát nincsen ebben semmi ördögtől való. Ez annak az elismerése, hogy 3 év alatt ennyit lehet kihozni még egy tehetséges hallgatóból is, de a tehetséges hallgatókat meg kell találni. 2011-ben első díjas hallgatón volt Gendura Liz, ő is BA-s hallgató volt, és ő is első éves korában határozta el egy speciál kollégium kapcsán, hogy szeretne TDK-zni. Akkor nagyon nagy meglepetés volt, mert az első BA-s évfolyamok akkor kapcsolódtak be a TDK folyamatába, hogy igenis UTDK-n is egy BA-s harmadéves hallgató meg tud verni egy MA-s hallgatót, de nem lehetetlenről van szó. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív folyamat. Gyakorlatban hogy zajlik ez? Az oktató figyel föl a hallgatóra, vagy a hallgató látja meg a lehetőséget az oktatóban, vagy összenő, ami összetartozik, és egymásra találnak? Vagy... Hát szerintem mind a kettő, mint amit mondtam, én tudtam, hogy Angelika maximálisan meg fogja adni azt a segítséget, amit igényel egy ilyen dolgozat elkészítése. Hát nem tudom, hogy a másik oldalról. Hát az ember látja, a lehetőséget látja, de én például emlékszem, hogy Attilának a szakdolgozata azért már eléggé elől jár. Tehát én tudtam, hogy ő tehetséges, mert hallja az ember az órai megnyilvánulásaiból, látja a hozzáállást, de nem lehet nem észrevenni. De az, hogy valójában ebből mi lesz, azt akkor látom meg, amikor a kezembe ad egy írásművet, és amikor az első nagyobb adagot megkaptam a szakdolgozatából, akkor már egyértelműen éreztem, hogy ez egy olyan dolgozat és egy olyan hallgató, amivel igenis érdemes és kell foglalkozni, és hát én akkor hívtam fel rá a figyelmét, hogy ezzel a dolgozattal azért mást is lehetne kezdeni, mint hogy egyszerűen beadjuk szakdolgozatnak, és elolvassa ő, meg én, meg az opponense, és ennyi. Mi motivált téged, Attila, abban, hogy tanórán kívüli tudományos tevékenységet folytassál, bár így a beszélgetés közben én nekem úgy tűnik, hogy ez egyfajta életforma is a
számodra. Igen, én mindig igyekszem bővíteni a tudásomat, tehát más szalvétát gyűjt, vagy bélyeget, én információkat, vagy hogy mondjam. De mindenképpen szeretem kipróbálni magam ismeretlen idegen helyzetekben is, szeretek ezen keresztül fejlődni, mert úgy érzem, hogy ettől lesz több az ember, hogyha kipróbálja magát ilyen helyzetekben is, hogyha dolgozik. Tehát egyáltalán az, hogy ahogy megírta Huxley a Szép új világban, afelé haladunk szerintem, hogy ma már minden boldogságot meg lehet instant venni pénzért, és sokan nem is tudják azt, hogy milyen az a boldogság, amit a kemény munka hoz meg, tehát az az eredmény, amit utána az ember a kezében tarthat, és maga a munka öröme. Általában mennyire motiváltak a hallgatók? Milyen értelemben? TDK-zásban. Nekem nagyon szerencsém volt, tehát én olyan témavezető lehetek, aki nézte, hogy kibomlik előtte egy tehetség, aki önjáró. Most egyet mondok egyébként, kettő, mert a liszt is ide kell vennem, és tulajdonképpen rajtuk kívül azért elég sok nem díjazott hallgatóm is volt, akik gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy eldöntötték, hogy ebben részt vesznek és komolyan csinálják, mentek, olvasták, írták, és amikor kész voltak valamivel, akkor hozták, megbeszéltük, nekem csak el kellett olvasnom, véleményt kellett mondanom, hazavitte, átírta, visszahozta megint. Tehát én nagyon-nagyon szerencsés, ha ez a motivációnak a mérője, hogy a hallgató hajlandó önállóan dolgozni, és főleg önállóan gondolkozni, akkor nagyon jól motiváltak. Persze az egy más kérdés, hogy meddig kell motiválni egy hallgatót odáig, hogy rávegye magát, hogy TDK-zzon. Ott már néha nehezebben megy a dolog, de én azt hiszem, hogy amikor egy hallgatónak, egy oktató azt mondja, hogy én úgy látom, hogy ön tehetséges, és én úgy látom, hogy ön kipróbálhatna magát egy kicsit nagyobb szintéren is, az már, ha másért nem, a hiúságukán egy picike motivációnak jó. Igen, tanúsítottam. Számodra emberileg mit jelent a TDK? Mit jelentenek ezek a sikerek? Nagyon-nagyon nehezet kérdezel. Akkor az elején kezdem. Emberek természetesen nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy ez egy nagyon jó szakmai visszajelzés. Tehát az ember nem egy zárt szobában műveli, amit művel, az oktatásán ugye csak a hallgató van ott meg ő, de hát van a tágabb értelemben szakma is, és az, hogy mondjuk más oktatási intézményekkel, más angol szakokkal összehasonlítva hogyan is működünk mi, nem magamat szeretném fényezni, tehát nem erről szól a történet, de kell az a visszajelzés az embernek, hogy amire én úgy gondolom, hogy jó, az külső szemmel függetlenül, pártatlanul megítélve is jó. Tehát enélkül az ember azt hiszem, hogy egy idő után nagyon-nagyon ingoványos talajra tud tévedni, ha ilyen visszajelzést nem kap a szakmától. De ez a szakmai része. És azt úgy tettett valaki, hogy mit jelent emberileg. És ez a nehéz része. Tehát, hogy is mondjam csak, lehet, hogy elég öreg vagyok már hozzá, hogy azt mondhassam, hogy nekem minden TDK-zom a gyerekem egy kicsit. És amikor kirakom egy megmérettetés elé, már az intézményi versenyen, akkor túlzás lenne azt mondani természetesen, hogy pont úgy féltem, mint a saját gyerekemet, mert azt nem lehet összehasonlítani semmivel, de talán az az egyetlen párhuzam. Tehát félek tőle, hogy nem úgy válaszolnak, hogy nem olyat mondanak, hogy megbántódik, hogy összetörik. És minél tovább jut, annál jobban féltem, mert annál jobban meg fog bántódni, és annál jobban össze fog törni. Tehát egy kicsit minden nem díjazott dolgozattal meghalok egy kicsit, minden díjazott dolgozattal mennybe megyek egy kicsit, és a legszebb jelenet az egészben az volt, nem az, amikor átvette a díjat, hanem amikor kijött az előadásáról, én közben a párhuzamos szekcióban ültem, zsűriztem, és jött ki, és azt mondta, hogy sikerült. És felszabadult, és jó érzéssel jött ki, és akkor már tudtam, hogy most már baj nem lehet, mert ő jól érezte magát. Nem megsérülten, nem megbántva jött ki, hanem úgy, hogy valamit elért, amire kellemes lesz visszaemlékezni. Elég jól körüljártam? Szerintem, úgy gondolom, igen. Attila, most lezajlott ugye az OTDK, gondolom most egy pici szuszanás következik, és aztán hogyan tovább? Hát mindenképpen szeretném ugye befejezni először is az MM szakot, és bár nem zárom ki a lehetőségét, sőt, nagyon is lehetséges, hogy egyszer tovább megyek majd PhD-t csinálni, de mindenképpen szeretném magam először kipróbálni a tanításban, mert azt is nagyon élvezem, most is vannak magándiákjaim,
és nagyon-nagyon szeretem meg azt is, amikor ugye az MA képzés keretén belül kötelezően kell tanítani, és nagyon jól érzem magam a tanári szerepben, úgyhogy szeretném kipróbálni magam először is tanárként mindenképpen, de lehetséges, hogy utána folytatom ezt a vonalat, de az is lehet, hogy tehát elég széles körű az érdeklődésem, az is lehet, hogy egy másik szakot fogok hozzáadni a repertoárhoz, és nem ezt viszem tovább, nem tudom még egyelőre. Ez majd ahogy az élet hozza. Minden esetre köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást és részt vettetek ebbe a beszélgetésbe. Attilának gratulálok a helyezéshez, köszönöm. Angelikának is gratulálok, illetve hát további szép szakmai és emberi sikereket kívánok. Én búcsúzom a kedves nézőktől, velem egy hónap múlva találkoznak legközelebb a viszontlátásra.